Folytatjuk az elnéptelenedő falvak sorozatunk, melynek következő állomása a Debrecentől csak nem 60 kilométerre, a napraforgó táblák közt elterülő görbeháza Bagota. A település 30 fős létszáma egy üres és kihalóban lévő tanyára utalhatna, viszont sok meglepetéssel szolgált a tanya. A településre érkezésünk után arról érdeklődtünk a kisboltnál és a sörözőben, hogy kitől tudhatunk meg a legtöbbet a 7 utcás Bagota múltjáról és jelenéről. Egyöntetően mindenki Kovács Józsefné, Marika néni nevét emlegette. Meg lehetett itt élni azért. Nem volt ez egy olyan hátrányos település, csak nagyon sok ház tönkrement. Pelitű több ház, ami tönkrement. Van olyan utca, ami bű egy sincs az egyik oldalából az utcának. Milyen volt régen a falu, a tanya? Hát a tanya ugyanabb volt, hogy mint most is, hogy már nem most, mert jószágot nem eltünk. Malacot, csirkét, akkor nem mentünk a boltba húsé, se tejé, se túrójé. Azt megneveltük magunknak, meg kenyeret sütöttünk kemencébe. Minden udvar szépen rendben volt, minden udvaron volt tehén, sert és barompi, beteményeskelt, mert akkor még nem mentünk a piacra zöldsége és sárgarépájé, mint most. De ugye az öregek kihaltak, a fiatalok elmentek, munkalehetőség itt nem volt, hogy megszűnt a téhez. A tanya juhásza, Jancsi bácsi, egy nem mindennapi dolgot vitt véghez, ugyanis 2011-ben megnyitotta Bagota első múzeumát. A gyűjteménye a paraszti kultúrát emeli ki. Olajlámpákkal, eredeti sarkantyús csizmákkal, tányérokkal és nem utolsó sorban fogatokkal és lovaskocsikkal is találkozhatunk a házakban, de még számtalan eszköz vár arra, hogy megcsodálják. Ha tetszett a videó, ne felejtsd el lájkolni. Hasonló 360 fokos videókért iratkozz fel a Hírek 360 YouTube csatornájára, kövess Facebook és Instagram oldalunkat.